Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, kezit csókolom, jó napot kívánok, túl vagyunk az ebéden, remélem a desszert is megvolt, akkor tessenek velünk tartani, tessenek bennünket nézni és kitalálni, hogy vajon milyen ország lapulhat a megoldás borítékban. Szakál Miki vagyok, és most hát kérem szépen az előttünk álló körülbelül 2 órát velem tölteti, ha van kedvük természetesen játszani és pénzt nyerni itt a hívésnyert szolgáltatás promóciós játékában. Tehát első körben országnevet keresünk, és látható, hogy IA végződéssel ennyi segítséget meg tudunk adni nagy hirtelen, és 20 ezer forintot szeretnénk valakinek odaadni. 0691 55 55 05. Ez a telefonszámunk is, hogy említettem, hogy kezdtem az adást, a köszönés követően mondtam, hogy ez a hív és nyerj szolgáltatás promóciós játék, amit jelent ez, ugye, ha felhívják a telefonszámunkat, a 0691 55 55 05-ös számot kapásból 5 darab lottószemtibet vesznek, vásárolt tőlünk, ugye ez a mi szolgáltatásunk. Ez a szolgáltatásunk a nap 24 órájában és a hét minden napján elérhető, és ha természetesen megvannak ezek a számok, hogy akkor játsszák meg őket. Pont tegnap, hát Pisti kollega mesélte, hogy elvitték tegnap az 5-ös lottón a fő nyeremény, kérem szépen, valami 900 millió forintot. Valami 900 millió forintot, hát szeretnék ott lenni a ma esti buliba, ahol mondjuk megnyerték ezt az összeget. Hölgyek és urak! Na, szóval, hogyha van kedvük játszani, ugye, és akkor áttérnék, hogy mi is az, hogy hív és nyerj szolgáltatás promóciós játéka, kérem szépen már, ugyebár, akkor azt kell, hogy mondjam, önök most a hív és nyerj szolgáltatás promóciós játékát látják. Háló, háló, kivel játszom? Már is itt az első játékos. Tessék mondani! Háló! Tessék mondani! Én mondom, hogy tessék mondani. Mi a helyes megfejtés? Mit kell mondanom? Egy országnevet csókolom. Halló! Halló! Kicsoda én, és miért hívott engem? Hát én úgy tudtam, hogy ő jelentkezett a játékunkra. Én nem jelentkeztem semmiféle játékra. Hát akkor lehet, hogy félre tetszett nyomni valamit a telefonon, annyi baj legyen. Szóval... tessenek odafigyelni, hogy kit hívnak fel. Országnevet keresünk IA végződéssel. Tehát IA végződéssel, kérem szépen, tessenek nekem országnevet mondani, és legyen inkább 22 ezer forint a nyeremény. Emeljük egy kicsit az összeget, tehát 22 ezer forint. Akár mobilról, akár vezetékes telefonról. Tehát országnév IA végződéssel. Még egyszer, tehát itt a megoldás borítékban található egy országneve, és ennek az országnak a neve biztos, hogy úgy végződik, hogy IA. Ezért van itt ugye ez a része a táblának, ide írom majd azon országneveket, amiket mondanak nekem. Itt pedig látható, hogy tulajdonképpen mi is a szabály. Egy országnév IA végződése. Hölgyek és urak, játékos kedvű televízió néző. Kalandra fel, egy kis virtuális világjárás, egy kis kirándulás a világban. Országneveket keresünk IA végződése. Jó? 22 ezer forintért. Háló, háló, kivel játszom? Üdvözlöm, Lajos vagyok. Üdvözlöm, mi a megfejtés? Szíria. Szíria. Akár a Szíria is lehetett volna, de nem a Szíria, mert a megoldás borítékban nem Szíria van. Na nézzük csak, szépen kírjuk, hogy... Szíria. 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 Így kérem szépen, ki is írtuk, gyöngybetűkkel, 23 ezer forint a nyeremény, és aláhúzom, hogy IA, mert ugye akár a Szíria is lehetett volna a borítékban, mert IA végződésű. Hölgyek és urak, kalandra fel, élőben, egyenesben tessenek nekem országneveket mondani, és az, aki kitalálja, hogy mi van a megoldás borítékban, már is most a dolgok jelenlegi állása szerint 23 ezer forintot nyert. Jó? 23 ezer forint, akár mobilról, akár vezetékes telefonon. 0691 55 55 05, tehát országnév IA végződéssel. A Szíria nem volt jó, ez kiderült. Ez kiderült. De vajon akkor milyen ország neve lapul ugye a politikban? Ilyenkor szoktam esetleg azt mondani, segítségül lehet hívni az internetet is. Tehát az interneten is mondjuk meg lehet keresni azon létező, tehát létező országok nevét, amelyek úgy végződnek, hogy IA, tehát az a végződésük, hogy IA. Mert például azt, hogy Mezopotámia, biztos, hogy nem mondják. Jó? 0691 55 55 05. Akár mobil, akár vezetéke. Halló, halló, kivel játszom?
Jó napot! Jó napot! Mi a megfejtés? Itália. Itália. Hát Itália az nem Itália, hanem Olaszország, ugye? Ez, tehát, hogy mindig beleszoktak, szinte mindig beleszoktak esni abba, hogy Itália. Én fel is írom, csak azért, és be is keretezem pirossal, hogy mindenki lássa, hogy az nem jó. Hogy az nem jó. Nem i. Tá. Li. A. Ez nem jó. És aláhúzom, vagy keresztel áthúzom, nem jó. Itália nem jó. Mert ugye Itáliát mi hivatalosan úgy hívjuk, hogy Olaszország. Na legyen 24 ezer forint a nyeremény, jó? Azt. 0691 55 55 05. 24 ezer forint. Akár mobil, akár vezetékes telefon. Mi lehet a helyes megfejtés? Mi lehet a helyes megfejtés? 0691 55 55 05. Nem is tudom, pár évvel ez, azt hiszem 4 éve volt, vagy 5 éve volt az EB, amikor is pont Olaszországban nyaraltunk, amikor Olaszország csapatát, Szlovákia csapata kiütötte, és még vicceskedtünk is, hogy most ne menjünk ilyen mezbe ki az utcára. 0691 55 55 05. Akár mobil, akár vezetékes telefon. Akár mobil, akár vezetékes. Bárki bárhonnan természetesen bekerülhet a játékba, és viheti a pénzt a jó ország névvel. Halló, halló, kivel játszom? Halló, jó napot kívánok, Agorda, Júlia vagyok. És Júlia, drága, vidám a hangja. Viccelem. Mit mondott nekem? Románia. Románia, nem Románia, nem Románia. Felírjuk, hogy Románia. Románia. De akár Románia is lehetett volna, mert ia a végződése. Legyen 25 ezer forint a nyeremény. 25 ezer forint. Remélem, hogy hamar itt lesz a következő játékos, remélem a helyes megfejtéssel. Szíria sajnos nem volt benne a megoldás borítékban. Itália alapból nem volt jó. Látják, így ki is húztam. És Románia, ezt hallottuk utoljára, akár lehetett is volna Románia, de nem az volt, nem az lapult a megoldás borítékban. Élőben egyenesben kellene előrukkolni ország nevekkel, ország nevekkel. Háló, háló, kivel játszom? Én nem játszok. Kezdj, csókolom. Nem tetszik játszani velem? Nem. Hát akkor nem, csókolom. Pedig csak egy ország nevet kellett volna mondani, IA végződéssel. Szíria, Itália, Románia. Jaj, ez a visszautasítás most nem esett jól a lelkednek. Nem Szíria, nem Románia, és természetesen nem Itália. Tehát létező ország neveket várunk. Létező ország nevet kérnék. Úgy, ahogy azt hivatalosan mi hívjuk, 25 ezer forint. Tehát 25 ezer forint. Akár mobilról, akár vezetékes telefonról. Bárki, bárhonnan bekerülhet a játékba, és viheti tőlünk a pénzt. Viheti tőlünk a 25 ezer forintot. Jó? Tessenek nyugodtan gondolkodni, olyan országok nevein gondolkodna, melyek így végződnek, hogy I-A. Van még ötlet? Van még tipp? Azért van egy pár ország, valljuk őszintén, ami úgy végződik, hogy I-A. De vajon melyik lapul a borítékban? A megoldás borítékban. Ezt kellene nekem elmondani, hölgyek és urak. Játékos kedvű televízió nézők is élőben, egyenesben. És miért mondom, hogy élőben, egyenesben? Mert mindig meg szokták kérdezni, hogy ez élő műsor, egyenes műsor. Igen. Február 25-e van, a fontos idő nálam, mondjuk 2 óra 10 perc, és azt kell, hogy mondjam, halló, halló. Halló. Kivel játszom, üdvözlet? Katalin. Katalin, mi a megfejtés? Francia. Francia, az meg azért nem jó, mert hogy Francia ország. Francia. Ezt is aláhúzom. Tehát a francia után ugye az ott van, hogy ország. De nem azt mondjuk, hogy megyünk Franciába, vagy megyünk Franciaországba. 26 ezer forint. 26 ezer forint. Jó,
Látják, tehát itt azért két jó példa már van, ami akár lehetett, benne is lehetett volna a megoldás politikában. Szíria, Románia. Nem kell ezt túl gondolni, túl bonyolítani ezt a játékot, jó? Hölgyek és urak. 06 91 55 55 05. Egy jó országnév, hát csak van még a tarsolyunkban, országnév IA végződéssel is. Most aztán tényleg ne menjenek ki otthon, olyan hideg van, hogy jobb bent lenni. Háló, háló! Háló! Kivel játszom? Én Zsombok Ibolya vagyok. Ibolya drága, milyen országnevet mond nekem? Én Ligúria. Ligúria. Ligúria? Igen. Én nagyon őszinte leszek, nem hallottam még Ligúriáról. Kollégák, tudjátok, kereső jó barát ebben az esetben, nézzünk már utána. Ó, most mondják a kollégák, hogy Olaszország nem ország, hanem Olaszország egy bizonyos része. Közigazgatási egysége. Na, ma is tanultunk, gyerekek, valamit. Legyen 27 ezer forint, tehát nem kell ennyire túlbonyolítani a dolgot. Tehát konkrétan egy ország nevét keressük, és most már 27 ezer forintért. 27 ezer forintért. Jó, tehát egy ország nevét. Ne bonyolítsuk ennyire túl, hogy Ligúria. Ja, amiről most már tudjuk, hogy Olaszország közigazgatási egysége. Ajjajjáj, hát azt hittem eddigre már azért... Vagy túl leszünk ezen a feladványon, vagy nyilván több olyan ország lesz felírva a táblára, ami akár benne is lehetett volna a megoldás borítékban. 0691. Háló, háló, kivel játszom? Medvecki Éva vagyok, és Szlovákiára tippelek. Szlovákia, Éva! A Szlovákia, bár a helyes megfejtés lehetett volna, de nem az van sajnos a megoldás borítékban, de felírom, hogy Szlovákia. 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 Akár a Szlovákia is lehetett volna. 28 ezer forint. Annyit tudok felajánlani most már. Nem Szíria, nem Románia, nem Szlovákia. Itt is aláhúzom, hogy IA, tehát hogy akár ugye lehetett is volna ez a Szlovákia a megoldás borítéka. Mm-hmm. Jaj, jaj. 0691 55 55 05. Tehát nem Szíria, nem Románia, nem Szlovákia. Akkor vajon mi? Akkor vajon mi? Mi lehet a helyes megfejtés? Mi lehet a helyes megfejtés? Szíria, Románia, Szlovákia. És hát felírtam már sajnos két rossz választ is a táblára, ugye Itália, az Olaszország. Francia, az Franciaország. Mi lehet a helyes megfejtés? Mi lapul a megoldás borítékban? Ki lesz a következő, aki mond nekem egy jó ország nevet? Háló, háló, kivel játszom? Jó napot kívánok, Kocsmár Lászlóné vagyok. Drága, ilyen vidáman és frissen. Tessék mondani egy ország nevet. Hát Norvégia. Norvégia. Nem rossz próbálkozás, mert akár Norvégia is lehetett volna, de sajnos nem ez van a megoldás borítékban. De jó. Gia. Mindegy. Ja, jó van. Lehet bejönni, és lehet jobban csinálni, kollégák. Ezt jól megcsináltad, Miki. Norvégia. Akár Norvégia is lehetett volna a megoldás borítékban, de nem. Sajnos nem. Sajnos nem. Vajon mi más van még a tarsolyunkban? 0691 55 55 05. Akár mobil, akár vezetékes, az ország bármely részéről tényleg. Hívhatóak, tárcsázhatóak vagyunk. Mi lehet a helyes megfejtés?
Háló, háló, kivel játszom? Gézával. Üdvözlöm, mi a megfejtés? Dania. Anglia? Dania, Dania. Dánia, Dánia, bocsánat, rosszul értettem, nem Dánia, de felírom azt is, hogy Dánia. Háló, háló, háló! Kivel játszom? Heitel Gyöngyivel. Gyöngyi, mi a megfejtés ön szerint? India. India! Nem India sajnos. Legyen 30 ezer forint. Felírom azt is, hogy India. Mert akár az India is lehetett volna a megoldás borítékban. Ó, de bepörögtek itt az események. Halló! Halló! Kivel játszom? Tóth Renáta. Renáta, üdvözlöm, mi a megfejtés? Ausztria. Ausztria! Akár az Ausztria is lehetett volna, de nem az van a megoldás borítékban. Ausztria. Akár az Ausztria is lehetett volna. De nem az Ausztria. Háló, háló, kivel játszom? Ausztria. Akár az Ausztria is lehetett volna. Most magammal beszélgetek, de hát, ha van valaki a vonal túlsó végén. Polá Gábor vagyok. Gábor, üdvözlöm, mi a megfejtés? Litvánia. Litvánia. Nem volt ez rossz ötlet, nem volt rossz gondolat, mert IA végződésű Litvánia, de nem az van a megoldás borítékban, de felírom. Legyen 31 ezer forint a nyeremény. Litvánia. Akár Litvánia is lehetett volna. 06 91 5555 05 a telefonszámunk. Hát elég sok játékosnak volt már lehetősége. Ausztria, Szíria, ugye az Itália az nem játszik, mert ugye Olaszországnak hívjuk hivatalosan. Románia, Francia megint nem, mert Francia ország. Szlovákia, Norvégia, Dánia, India, Litvánia. Eddig ezeket az országneveket hallok. De vajon van-e még ötletünk? Van-e még tippünk? Olyan országnévvel kapcsolatban, ami IA végződésű. 0691 55 55 05. Tehát akár mobil, akár vezetékes telefon. Bármelyik jó lehet. Bármelyik megfelelő lehet. Gondolkodjunk egy kicsit, vagy segítségül hívhatjuk akár az internetet is. Háló, háló, kivel játszom? Háló? Háló, Bíró László. László, üdvözlöm, mit mond nekünk László? Bolívia. Bolívia. Akár Bolívia is lehetett volna, mert IA végződésű. 32 ezer forint. Bolívia. Nem Ausztria, nem Szíria, ugye, hát nem Itália, az egyértelmű, nem Románia, nem Francia ország, nem Szlovákia, nem Norvégia, nem Dánia, nem India, nem Litvánia és nem Bolívia. Akkor vajon mi? Akkor vajon mi? Van-e még ötlet? Van-e még tipp? Van-e még ötlet? Van-e még tipp? Azért igen, azt kell, hogy mondjam, tényleg gyorsan és sok játékos itt volt már. Tehát ugye azért látszik, mennyi minden fel van már írva a táblára. Háló, háló, kivel játszom? Jó napot kívánok, Éva vagyok. Éva drága, kezit csókolom, én meg a Miki. Mi a megfejtés? Albánia. 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 Sajnos nem Albánia. De akár Albánia is lehetett volna. Legyen a nyeremény. 33 ezer forint. Albánia. 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 Ez egy hosszabbat csinálni. Ennyi. Nem Albánia. Sok minden fel van már itt írva, de a helyes megfejtés még mindig nem hallottuk is. Miért biztos, hogy még nem hallottuk a helyes megfejtést? Mert a megoldás borítékot még mindig nem bontottuk ki.
0691 55 55 05. Mi lehet a helyes? Van még ötlet? Hálóhálóna, talán most, kivel játszom? Jó napot kívánok, Csilla vagyok. Csilla, kezi csókolom, mi a megfejtés? Csilla, itt van még? Mi a megfejtés? Mi a megfejtés? Szibéria. Szibéria. Hát Szibéria. Szibéria az nem. Az biztos, hogy nem. Szibéria az biztos, hogy nem. Legyen 34 ezer forint. 34 ezer forint. Ausztria, akár lehetett volna, de nem az. Szíria, Románia, Szlovákia, Norvégia, Dánia, India, Litvánia, Bolívia, Albánia. Tehát ezeket már ne, illetőleg felírtam, bocsánat, két országnevet, ami szintén nem volt jó. Itália, mi nem így hívjuk, ugye, Olaszország, illetve a francia az meg azért nem, mert ugye francia ország. Tehát IA végződésű országnevet keresünk, és nem országnevű országot kell, ország végződésű országnevet keresünk. Például 0691 55 55 05. Mi lehet akkor az az ország? Mi lehet az az ország, amiért mi most már a dolgok jelenlegi állása szerint 34 ezer forintot adunk? 34 ezer forint. Akár mobil, akár vezetékes, hölgyek urak. Háló, 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 kivel játszom? Most én velem. Üdvözlöm, hogy hívják? Musti. Mi a megfejtés? Brazília. Brazília. Nem Brazília, de akár Brazília is lehetett volna, mert IA végződésű. Brazíli. Utolsó esélyén kihirdetem. Kihirdetem, hogy utolsó esély 35 ezer forintért. 35 ezer forintért. Kezembe veszem a borítékot. A következő kör után biztos, hogy kibontom. Vagy azért, mert helyes megfejtést kaptunk, és megmutattam, hogy bizony ez volt a borítékban, vagy azért mutatom meg, mert nem kaptunk helyes megfejtést, és akkor megmutatom, hogy mi lett volna. 0691 55 55 05. Indítsuk el az órát. 3, 2, 1. Induljon el a visszaszámlálás. Hölgyek és urak! Odáig jutottunk, egyrésztről tele is írtuk a táblát, mert nem tudnék hova írni tulajdonképpen. Másrésztről meg, hát eddig sajnos nem nagyon kaptuk meg a helyes megfejtést. Éppen ezért gondoltuk azt, hogy akkor, ha nincs meg a helyes megfejtés, akkor hát tulajdonképpen hagyjuk is akkor ezt a játékot. 40 másodpercnél járunk a dolgok jelenlegi állása szerint. 0691 55 55 05 a telefonszámunk. 30 másodpercnél már szirénázunk, minden van, hölgyek és urak. Óriási parádé. IA végződésű országot keresünk, tehát IA végződéssel keresünk egy országnevet. 20 másodpercnél járunk. 0691 55 55 05. 15 másodperc is elmúlt, már 10 másodpercnél járunk. Valaki itt lesz velünk? Valaki itt lesz velünk? Háló, háló, kivel játszom? Halló. Kivel játszom, üdvözlet? Halló. 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 Halló, kivel játszom? Marival. Mari, üdvözlet. Mi a megfejtés? Halló. Halló, Mari, mi a megfejtés? Hát Tanzánia. Tanzánia. Halló. Nem Tanzánia, megmutatom, mi lett volna a helyes megfejtés. Figyeljenek. Mauritánia lett volna a helyes megfejtés. Mauritánia. Na, mivel menjünk tovább, kollégák, ha így első körben ez most nem sikerült megfejtenünk az IA
végződési országnevet. Hát kérem szépen, de annyi baj legyen, mert tudják, mi mindig azért bekészülünk jó sok játékkal, illetőleg hát nyilván jó sok nyereménnyel is. Ami viszont biztos, hogy a legjobban azt tennék, ha most otthon maradnának, és sehova nem mennének. Mert bitang hideg van, tehát azért itt, ha már szóba került, mert mondták azt is, hogy Szibéria, bár azt ugye felső írtam már a táblára, mert azt alapból nem is tudtam volna elfogadni. Szóval, hogy azért nagyon hideg van. És ilyenkor én úgy gondolom, sokkal jobb inkább otthon maradni, és sokkal jobb inkább természetesen, mondjuk akár itt az ATV-n nézni a hív és nyeri szolgáltatás promóciós játékát. Tehát a promóciós játékban, ugye különböző feladványokkal kapcsolatban szoktunk mi nyereményt adni, szoktunk mi természetesen a játékosoknak ugye a helyes megfejtésekért pénzösszeget adni. De mit is jelent az, hogy hív és nyeri szolgáltatás? Elmondom. Ugye a hív és nyer szolgáltatás az annyit jelent, hogyha felhívják a telefonszámunkat, a 0691 55 55 05-ös számot, akár mobilról, akár vezetékes telefonról, önök 5 darab lottószámtippet vásárolnak tőlük. Az 5 darab lottószámtipp, ha már megvan, ugye jegyezzék fel őket, írják le valahova, és akár már egyébként egy SMS formájában is meg lehet játszani ezeket a számokat, tehát kvázi fel lehet így is adni, idézőjelbe téve a szelvényt, vagy lesétálnak egy igazi klasszikus békebeli lottózóba, és ott kitöltenek egy szelvényt, feladják, megkapják természetesen az igazoló szelvényt, azt jól rakják el, tehát már akár ez vagy az is, ugye, mint lottószám feladási forma működhet. Ugye ezen szolgáltatásunk van nap 24 órájában, és a hét minden napján elérhető. Délelőtt Pisti kollega azért mindenféleképpen jelezte számomra, és pont egyébként adás közben, mert nem tudtam róla, hogy elvitték ugye az ötös lottót a héten, tehát tegnap, azt hiszem tegnap, nyilván tegnap sorsolják. Tehát valami több mint 900 millió forintot nyert egy játékos. Tehát több mint 900 millió forinttal lett tulajdonképpen tegnap valaki gazdagabb. Na, ennyi a lényeg, ugye ez a hív és nyer szolgáltatás. Szolgáltatás ugye az 5 darab lottószámtipp. De amikor éppen itt látnak a képernyőn, akkor, és nem csak engem egyébként, Anett kolléginát is, vagy éppenséggel Simona kolléginát, tehát így általában hármunkat láthatnak ugye a képernyőn, és amikor minket látnak a képernyőn, akkor ők a hív és nyer szolgáltatás promóciós játékát látják. Ez annyit jelent, hogy a promóciós játékban különböző feladványokkal különböző pénzösszegeket lehet nyerni, különböző pénzösszegek azok, amelyek ugye a játékosok, a nagyon ügyes és okos játékosok markát ütik, vagy zsebét gazdagítják, vagy bankszámláját bővítik tulajdonképpen. Na, ennyit most akkor nagy hirtelen erről, hogy mi is az, hogy hív és nyer szolgáltatás és hív és nyer szolgáltatás promóciós játéka. Első körben országkeresésnek indultunk neki, ugye a megoldás borítékban volt egy országnév, ugye Mauritánia lett volna a helyes megfejtés, sajnos akkor azt az összeget tőlünk nem vitték el, úgyhogy tulajdonképpen pillanatokon belül remélhetőleg már is jövök egy újabb feladvánnyal, és természetesen az újabb feladvány helyes megfejtéséért is jár majd természetesen az összeg. Ugye mindig megkérdezik tőlem, még a mai nap folyam, vagy a mostanáig is, hogy miki ez élőadás, egyenes adás, nem felvételről megy? Hogy ezt korábban felvettétek, és akkor leadják? Nem. Jelezném, teljesen élő, teljesen egyenes adás, és természetesen éppen, hogy ezért ezt prezentáljam, elmondanám, hogy nálam pont február, hát ha jól be van állítva az óra, február 25-e van, vasárnap van, a pontos idő, helyre közel a pontos idő, hát nem sokára ugye, hát kérem szépen 14:30, ami annyit jelent, hogy 14 óra 30 perc lesz, nem sokára, most még 14 óra 29 perc van az én órám szerint. Na, hölgyek, urak, játékos kedvű televíziónéző, úgyhogy ha gondolják, akkor tartsanak velük, és egyébként akár iszik, akár nem, négyig, ugye négyig. Na kérem szépen, hát reméljük most már előbb-utóbb mindjárt érkezik az új feladványunk, az új megfejtésünk, és nem sokára már erre a táblára nem is lesz szükség. Nagyon szép tábla azért van, gyönyörű szép narancssárga. Gyönyörű szép narancssárga. Egyébként azt is hadd mondjam el, hogy nem csak ugye tegnap vitték el a lottó főnyereményt, például 2017 decemberre az úgy végződött, hogy valaki hatos lottón több mint 700 millió forintot nyert, és egyébként matematikusaink valami nagyon tudományos módszert találtak ki.
és most itt a hív és nyer szolgáltatásról beszélek, ugye, amit is, hogy felhívják telefonszámunkat, a 0691-55-55-05-ös számot, és ugye 5 darab lottószámkippet vásárolnak tőlük, ami nagyon-nagyon tudományos módszert találtak ki azzal kapcsolatban, ugye bárhogy önök nagyon jó lottószámokhoz jussanak hozzá, azáltal ugye felhívtak bennünket. Na de mondom, itt a promóciós játékban különböző feladványokkal kapcsolatban természetesen még készpénzt is lehet nyerni. Ami egyébként az időjárást illeti, ugye nem csak a mai napra vonatkozóan lehet számítani még csúnyán mínuszokra, tehát olyan helyeken, ahol szélvédett hely van, meg ugye le is esett a hó, hát ott ilyen mínusz 15 fokokra is lehet számítani, de napközben, és szerintem jövő héten végig így lesz, napközben sem lehet számítani arra, hogy majd a hőmérséklet ugye a plusz tartományba menne, úgyhogy tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy most éppen, hogy milyen front van, azt nem tudom, de az elmúlt napokban csúnyán kettős front hatás volt, az azért az emberek szervezetét rendesen megterheli. Na ilyenkor szokták azt, hogy főleg azoknak, akik mondjuk ilyen keringési panaszaik vannak, hogy mondjuk e napi egy-két csésze galagonya tea mindenféleképpen jól jöhet, és mondjuk akik kávéznak, ők meg mondjuk napközben kávézás helyett inkább a zöldet teát részesítsék előnybe. Na, szumma-szummálunk, jövő héten azért bőven végig arra lehet számítani, hogy csúnyán mínuszban lesz majd a hőmérő higanyszála, tehát mínusz tartományban lesz majd folyamatosan az érték. Hát egy kis hamazást is mondanak egyebek iránt, de hát aztán majd kiderül, hogy mi lesz a helyzet. Mert megint az lesz, mint tavaly, meg tavaly előtt. Hát tavaly előtt ugye március 15-én, meg március 20-án jött ilyen giganagy havazás. Jött is, kérem szépen, ugye az SMS, akik úton vannak, üljenek át egy másik autóba. Na, kérem szépen, de erről ennyi. Tavaly meg áprilisban volt nagy havazás. Na, erre már nincs is szükségünk most nagy hirtelen. Én ezt ki is tolnám. Hölgyek és urak, így ezt ki is tolom. Egy a magyar várost keresünk, ha már így ugye jó megbeszéltük, hogy milyen időjárás lesz a jövő héten. Kérem szépen, tehát egy magyar város, és ez a magyar város akár iszik, akár nem, 16 betűből áll össze, tehát egy 16 betűből álló magyar város nevét keressük. Na, de örülünk, hogy végre megérkezett a feladványok. Tényleg elég sokat vártunk rá, de higgyék el, megérte rá várni, mert 35 ezer forintot ér majd valakinek a helyes megfejtés. 06 91 55 55 05. Mi is ez a játék? Na, elmondom, hogy ebben a játékban, meg az ilyen jellegű játékokban, ugye, most konkrétan egy városnevet keresünk, és hát van egy kezdőbetű, tehát ennek a játéknak a csimboraszója, quintesszenciája az az, hogy van egy kezdőbetű, és ha a kezdőbetűt megtaláltuk, akkor tulajdonképpen utána lehet fűzni az összes többi betűt, mert utána kapcsolódnak ugye a betűk egymáshoz. Hát, hogy milyen úton és irányban, az egy dolog, az már egy dolog, de mindegyik betű kapcsolódik az előzőhöz, meg a következőhöz, kivétel ugye az elsőt, meg az utolsó, mert az első csak a következőhöz csak kapcsolódik, az utolsó meg csak az előzőhöz. Zárója bezárva. De mondjuk, akik nagyon-nagyon profi, vagy, nehogy Isten, ebben a városban laknak, és olyan nagyon ismerősek neki, hogy ezek a betűk, hát kérem szépen, ők akár tulajdonképpen a kezdő betű megkeresése nélkül is meghívjanak ennek a feladatnak. Úgyhogy ugorjunk neki mi is a feladatnak. Tehát egy magyar város nevét keressük, méghozzá 35 ezer forintért. 06 91 55 55 05. Tehát akár mobil, akár vezetékes telefonon is lehet hívni bennünket, és be lehet kerülni a játékba. Tulajdonképpen az irányt, a vezető vonalat, vagy a vonalvezetést kellene megtalálnunk, és meg is lesz a helyes megfejtés. Ráadásul nem kicsi a pénz, 35 ezer forint is. Ugye ezt a 35 ezer forintot bizony-bizony egy város nevével lehet most megnyerni. Egy pici koncentráció, hölgyek és urak. Jó, megint, mert mindig megkapom, sokat beszélek, nem tudom. Nézzük a feladványablakot, nézzük meg alaposan, fejtsük meg, hogy mi lehet a magyar város. Jó, egy picit csendben maradok, én is megpróbálom megfejteni. Ha nagyon nehéz lenne, nem is tudom, hogy tudnék segíteni, de mondjuk, ha megnézik a legutolsó sor, azért az árulkodó lehet. Egy picit segítettem. Remélem nem nagyon nehéz. Vagy ha nagyon nehéz, akkor viszont remélem vannak velünk nagyon profi játékosok.
olyanok, akik ezekben a jellegű, az ilyen jellegű játékokban nagyon-nagyon ügyesek. Bocsánat. Szóval jó lenne, ha meglenne a helyes megfejtés. Na jó, másképp segítek. Legyen 40 000 forint. 40 000 forint. 40 000 forint akár mobilról, 40 000 forint akár vezetékes telefon. 40 000 forint. Egy magyar város nevére. Negyvenezer forint akár mobilról, 40 000 forint, tehát akár vezetékes telefonról. 0691 55 55 05. És azért erre a játékra sincs azért túl sok idő. De előbb-utóbb, ha nem lesz meg a helyes megfejtés, ha nem lesz meg a helyes megfejtő, túl kell ezen a játékon is lépjünk, és jövünk akkor egy másik feladványra. Jó? Nem, csak úgy mondom, tehát hogy... Csak úgy mondom, hogy körülbelül, ha úgy van azért, mire számítsunk. Nehogy az legyen, hogy na hát, Miki nem szólt erről, hogy azért nincs végtelenségig időnk erre a játékra. Bizony, nincs végtelenségig időnk erre a játékra. Szeretném, ha most már hamar itt lenne egy játékos, szeretném most már, ugye elvinnék tőlünk a 40 000 forintot. Sajnos az országkereső játékban nem volt szerencsénk, de nem vettük le a nyereményt, maradt a nyeremény, sőt azóta még emeltünk is rajta, ugye most már 40 000 forint. És ahogy mondom, annyit tudok segíteni, azért ez az utolsó sor, azért ez árulkodó. Több, mint árulkodó. Zárója bezárva, zip! De ki fogok kapni, hogy mennyit segítek? Az áldott jó szívem, hölgyek és urak, az áldott jó szívem. Na tényleg valaki egy jó megfejtés. 40 000 forint. Tényleg előbb-utóbb be kell fejezzük ezt a játékot is. Tehát sok játékkal készültünk mára, sok feladványt hoztunk, szeretnénk azért ebből sokat természetesen majd önöknek megmutatni. Csak hát előtte ezen a feladványon legyünk. Tehát itt jövünk, nézzük. Tehát egy magyar város. Egy magyar város. Mi lehet az a magyar város? Melyik az a magyar város? Melyik az a magyar város? 06 91 55 55 05. Tehát akár mobil, akár vezetékes. Az ország bármely részéről hívhatóak, tárcsázhatóak vagyunk. 40 000 forint. 40 000 forintot szeretnék valakinek odaadni. Tehát addig kellene megoldanunk ezt a feladványt, addig kellene rájöjjünk, hogy hol járunk kis hazánkban, vagy mely városban járunk kis hazánkban, amíg késő nem lesz. És ezzel nem fenyegetőzni akartam, vagy fenyegetőzni szerettem volna, csak el szerettem volna mondani, és el kell mondanom, hogy azért erre a játékra sincs olyan nagyon-nagyon bitangosan túl sok idő. Hogy éppen ezért, aki ezen jellegű játékokban ügyes, aki ezen jellegű játékokban mondhatni olyan szinten van, hogy tulajdonképpen csak ránéz, vagy egy picit gondolkodik rajta, hát ők mindenféleképpen, az ő rájuk azért én mindenféleképpen számítanék. Számítanék a jelenlétükre, számítanék a tudásukra, ők pedig számíthatnak arra, hogy a helyes megfejtésért természetesen jár a nyeremény a 40 000 forint. A 40 000 forint. 06 91 55 55 05. Mi lehet a megfejtés? Hol járunk? Mely magyar városban járunk? Melyik magyar városban járunk? Ha nagyon nem megy, akkor megyünk tovább egy másik feladvánnyal. Délelőtt is így jártunk. Volt egy játék, nagyon nehézre sikeredett, volt szívünk elengedni, pedig rengeteg munkánk volt abban a játékban. Úgyhogy gyerünk, tényleg csak annyit tudok mondani, kalandra fel, egy kis országjárás, hölgyek, urak,
egy 16 betűből álló magyar város nevére vagyok kíváncsi. 16 betűből kellene kirakni annak a magyar városnak a nevét, ami, és hát segítség, de mondom, nagyon burkoltam. Tehát azért az utolsó sor több, mint beszédes. Tehát ez az utolsó sor több, mint beszédes. Jó? Hölgyek, urak! 0691 55 55 05. Tehát akár mobil, akár vezeték. Bárki bárhonnan, bármikor. És mondom, azért érdemes inkább otthon ülni, nem kimozdulni, nagy a kockázat a megfázásnak. Ilyen időben nagyon terjed az influenza is, nem tudom, hallják-e a hangomon, szerintem azért én is, ha most nagyon nem kezdem összeszedni magam, és mondjuk megtriplázna a vitamin bevitelt, akkor hát lehet, hogy hónap utára már nagyon beteg leszek. Inkább maradjanak önök is otthon. KSIKUNFEYGELHAZA. Az utolsó sor nagyon beszédes. Zárójel bezárva. Mondom, nagyon számítanék azon játékosokra most, hogy ennek a játékunknak meglegyen a helyes megfejtése, akik betűjátékokban nagyon jók. Ügyesen mondjuk ki tudják találni, hogy mi a kezdőbetű. Ügyesen rá tudnak jönni ezen betűkből, hogy hol járunk, melyik az a magyar város. Sőt, akik mondjuk esetleg ebben a városban élnek, és ránéznek a feladvány ablakra, és egyből azt mondják, hogy ezt tudom, már nem is 40 ezer, hanem 45 ezer forintot nyerhetek. Jó? Tehát 45 ezer forint. 45 ezer forintot nyerhet valaki, ami én úgy gondolom azért egy nagyon szép összeg, tehát 35-ről indult ez a játék, 45-nél járunk, tehát 45 ezeret nyerhet az, aki megmondja ezen betűkből, ebből a 16 betűből. És hát ugye van benne két K betű, E betű, mindegy, csomó betű, tehát rengeteg betű. Tehát jó, nyilván nem egyszerű, de annyira nem egyszerű a feladat, hogy így ránézzük, vagy hát nyilván nagyon profi játékosok ránéznek, nekik lehet, hogy egyszerű. De azért ennél egy kicsit bonyolultabb ez a játék, sajnos, de mondjuk ebben az esetben meg nyilván azok vannak előnyben, mert hát miért ne lennének előnyben azok, akik jól tudják játszani ezt a játékot, mondjuk így egyből megfejtsék. Mert ők most már 45 ezer forintot nyerhetnek. Tehát 45 ezer forint. És mondom, akár ebből a városból is hívhatóak vagyunk. Voltam már úgy adásban, hogy volt egy feladványunk, szintén egy város nem, és abból a városból telefonált valaki. Volt annyira lokálpatrióta. Tehát mondom, akik ebben a városban élnek, is nyugodtan felhívhattak. Nem kizáró ok. Nem mondjuk azt, hogy ja, hát így könnyű. Hát kérem szépen, aki bekerül, mert tudja a helyes megfejtést, az viszi a 45 ezret. Mondok egy olyat, hogy inkább legyen egy kerekebb összeg, és erre azt mondom, hogy 50 ezer forint. 50 ezer forint. 50 ezer forint akár mobiltelefonról, akár vezetékes telefonról. Záhonytól Zalaegerszegig, és akkor most kilőttünk két városnevet, de egyébként sincs, úgy látom, de van zébetünk. Hát az utolsó sor. Mondtam, hogy azért az utolsó sor az nagy segítség lehet. Tehát 50 ezer forint, de hívhatnak Budapesttől Békés Csabáig. Tulajdonképpen bárhol. 0691 55 55 05. Akár mobil, akár vezetékes telefon. 50 ezer forint. És nem tudom már túl sokáig húzni az időt, mert ha nem lesz itt a játékos, megy ez a leves is. A levesbe. A vasárnapi húslevesbe. Jaj, de jó lenne egy kis vasárnapi húsleves, gyerekei. Jaj, de jó, megcsípős paprikáznám. Na, az meggyógyítana a kis enyhe, jelenleg enyhe megfázásból. 0691 55 55 05. Kicsoda?
Na, azért mondom. €50,000. +6 91 55 55 05. Mi lehet a helyes megfejtés? Hát most mondhatom azt, várakozó állásponton vagyok egyelőre. Mondom, ez az utolsó sor, csak így óvatosan mutatom. Azért ez olyan beszédes, ez itt olyan... Ez olyan beszédes. 06 91 55 55 05. Utolsó esély, hölgyek és urak, hogy valaki 50 000-et nyerjen egy város nevével, egy magyar város nevével. Árulkodó utolsó sor. Ha másképp nem megy, egy picit megpróbálok segíteni, de többet nem tudok, higgyék el. Többet nem tudok. Tényleg utolsó esély. Utolsó esély, utolsó pillanatok ezzel a játékkal kapcsolatban. Annyira utolsó esély, és annyira utolsó pillanatok, hogy 5-től számolunk vissza. Egy magyar város neve. 50 000 forint. 50 000 forint a tét. 06 91 55 55 05. Akár mobil, akár vezetékes. 4-nél járunk. Ha megvan, most kellene telefonálni. Mert aztán az a pillanat az úgy csak úgy elszalajtódik. Akár így is kifejezhetem magam. 4-nél jár egy végső visszaszámlálás, ami ezt a játékot illeti. 50 000 forint. És mondom, ez az utolsó sor azért, ha nagyon-nagyon nehéz lenne, de szerintem már lehet, hogy felfedezték. Akár mutattam, burkoltam, vagy nem. De azért az árulkodó. Az azért nagy, úgy gondolom, hogy nagy segítség. Három. €50 000. Egy város neve. 06 91 55 55 05. Mi lehet az a város? Nincs sok időnk már erre a játékra. Kettő. Kettőnél jár a visszaszámlálás.
Hát igen, jól látják az összeget. 50 ezer forint. De jól látják azt is, hogy utolsó esély. És jól látják azt is, hogy visszaszámolunk, már kettőnél járunk. Itt vajon hol kezdődik az az városnév? Hát van egy kezdőbetű, és utána csak utána kell fűzni a betűket. Hát egy magyar város neve. Nulla hat, 91, 55, 55, 05. Egy. Játék vége, hölgyek és urak. Hát nagyon várnám annak a játékosnak a jelentkezését, aki 16 betűből ki tud rakni egy magyar várost. Mi lehet a helyes megfejtés? Háló, kivel játszom? Poropatis Ferencnek, Kőszeg. Kezi csókolom, ó Kőszeg, milyen szép város az. Irigykedem, hogy ott él. Mi a megfejtés? Kiskunfélegyháza. Kiskunfélegyháza. Gratulálunk, drága. 50 ezer forintot küldünk Kőszegre. Kőszegre, ami arról híres város, hogy bizony ott a kőszegi várvédőhősök megállították a törököket. Na kérem szépen, kollégák, mivel megyünk tovább? Na hát kérem szépen, itt különbséget keresünk ebben a játékban. Méghozzá, hát látható, hogy az összeg maradt 50 ezer forintért. 50 ezer forint jár valakinek, aki megtalál három különböző képe. Tehát három különböző kép. Három különböző kép, ugye mondhatni három kakukk tojás, amit meg kellene találni. Miért nehéz ez a játék? Elmondom. Azért nehéz, mert egyrésztről ugye egy 5x10-es négyzetrácsról beszélünk, tehát egy 5x10-es négyzetrácsban van, kérem szépen nekünk ugye 50 darab hát figuránk. Az 50 darab figura csak ránézésre egyforma. Van köztük három különböző. Mondhatni azt is, három kakukk tojás. És ha valaki megtalálja a három kakukk tojást, akkor már nem 50 ezer forintot nyerhet, hanem 55 ezer forintot. Tehát 55 ezer forintot. 55 ezer forint. 55 ezer forint akár mobilról, akár vezetékes telefonról. Mi lehet a helyes megfejtés? Akár mobil, akár vezetékes telefon. Ilyenkor abban tudok segíteni, mert bár az előző feladvány Kiskunfél egy házánál tudtam egy kicsit segíteni, ilyen ráutaló magatartást tudtam. Hát itt max annyit tudok elmondani, hogy tulajdonképpen technikailag hogy kellene nekiugrani annak a feladványnak, ami nem is 55, hanem 60 ezer forintot ér már valakinek. Tehát 60 ezer forint. Tehát 60 ezer forint. 60 ezer forintot szeretnék valakinek odaadni. Na elmondom akkor a technikáját a dolognak. Ugye van nekünk 5 sorunk. A, B, C, D és E. Illetőleg 10 oszlopunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Én amondó vagyok. Bár nyilván mindenki maga választja ki a technikát, de mondjuk én elindulnék soronként. Először végignézném az A sort. És ha végignéztük az A sort, akkor azt mondom, ne is 60 ezer forint legyen a nyeremény, hanem 65 ezer forint. Szóval végignéztük az A sort. Találtunk benne különbséget? Ha igen, nézzük meg, hogy mely oszlopban, tehát melyik számmal ellátott oszlopban volt a különbség. Mert ebben az esetben gyorsan írják fel, hogy A, és utána egy szám. Ugye így meg is kapunk egy koordinátát, és így tegyünk tovább végig. Ugyanígy nézzük végig a B sort. Találtunk különbséget, írjuk fel, hogy B, és természetesen a különbség, amelyik oszlopban volt. És ugyanúgy a C-nél, ugyanígy a D-nél, és ugyanígy az E sornál. És nem is 65, legyen inkább 70 ezer forint. Legyen inkább 70 ezer forint. 70 ezer forint. Ki olyan ügyes? Ki olyan jó? Ki olyan profi? Kinek van olyan megfigyelő képessége, megfigyelő készsége, hogy ránézésre 50 darab egyforma kép között megtalál? Nem egy. Nem kettő. Bizony. Három különbség. Tehát három különbségért jár a 70 ezer forint. Akinek csak egy van meg, ne hívjon fel. És legyen inkább 75 ezer forint. Tehát akinek egy különbség van, ne hívjon fel. Akinek kettő különbség van meg, ne hívjon fel. Csak az hívjon, akinek megvan mind a három. Három különbség. Mind a három különbségre szükségünk van. Mind a három különbséget el kellene itt mondani nekünk adásban. Mert mondom, csak akkor tudom. Csak akkor tudom odaadni a 75 ezer forintos nyeremet. Jó, most persze az látható, hogy a 75 ezer pont osztható hárommal, és ha megmondok egyet, akkor 25. A 70. Nem. Most csak így egyben. Csak így egyben. És tovább megyek, hogy ne is legyen félreértés, inkább legyen egy olyan összeg, ami már nyilván nehezebben osztható hárommal, és ez nem más, mint 80 ezer forint. Legyen 80 ezer forint a nyeremény. Tehát 80 ezer forint. És ugye említettem, olyan dergős az idő, hideg van, én is már mondom, kezdem magamon érezni. Bizony-bizony elő fog kerülni az a hogy is milyen lámpának hívják azt, mindegy, ilyen kicsit megpiros fényezem magam, már is jobb kedvem lesz. Amikor már kezdek a köhögést elkapni, az már nem olyan jó. Önök is, ha így vannak vele, inkább maradjanak otthon, mert egy tulajdonképpen ki nem pihent betegség, ki nem pihent megfázás, nem biztos, hogy hosszú távon jót tesz. Jó? Még egyszer tehát. És ha már otthon vagyunk, ugye szépen, ügyesen egy kényelmes fotelben, kanapén, vagy éppenséggel az ágyból nézve a hívés nyeri szolgáltatás promóciós játékát, akkor három különbséggel nem is 80, hanem 90. Igen, jól hallották. 90 ezer forintot lehet. Hagyom most önöket picit koncentrálni. Egy pici koncentrálás. Nézzük végig a sorokat, jó? És ahol megvan egy különbség, írjuk fel, hogy melyik sor, tehát melyik betűvel ellátott sor, tehát A, B, C, D vagy E, és mely oszlop, ugye 1-től 10-ig, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ugye egy betűből és egy számból áll össze egy koordinát, és nekünk három ilyen koordinátára van szükségünk. Három ilyen koordinátára van szükségünk. Ennyire nehéz lenne? Senki nem találja meg a három különbséget. Pedig már elmondtam, hogy lehet. Mi az útja, módja annak, hogy mondjuk ügyesebben megtaláljuk. Mert nyilván csak egy technikai segítség volt. De nyilván elég nehéz
Nyilván elég nehéz megtalálni három különbség. Mit szólnának rá, ha levinném a nehézségi fokozatot három képről kettőre? Jó, mondjanak nekem kettő különbséget. Két különbség, és az összeghez nem nyúlunk hozzá, ez maradt 90 ezer, jó? Ez maradt 90 ezer forint. Az maradt 90 ezer forint. Jó? Még ennyit tudtam esetleg a dologhoz hozzátenni. És szeretnék hamar, természetesen éppen ezért, mert megadtuk ezt a kis segítséget, ezt a kis kedvezményt, minél hamarabb túl lenne ezen a feladványon. Mert van még feladványunk, van még olyan feladványunk, amiért pénzt szeretnénk adni a játékos kedvű televízió nézőknek. 06 91 55 55 05. Akár mobil, akár vezetékes. Bárki bárhonnan bekerülhet a játékba. Bárki bárhonnan. Meg lesz a helyes megfejtés vajon? Tehát három különbségről volt szó eredetileg. Levittem két különbségre. Tehát már kettő különbségért is odaadom a 90 ezer forintot. De mondom ezt így egybe. Tehát nehogy azt higgyék, hogy most akkor, mert a 90 ezer osztható kettővel ugye szépen ügyesen, hogy na, Miki, 45, adjál 45-öt, mondok egy különbség. Nem adok. Nem én. Nem én. Adok viszont 90 ezret. De csak abban az esetben, ha két különbséget talál meg a játékos. Csak abban az esetben. És hogy még komolyabban vegyenek, inkább azt mondom, legyen 95 ezer forint a nyeremény. Tehát 95 ezer forint a nyeremény. 95 ezer forint. 95. Bizony, jól hallották. Tulajdonképpen 5 ezer forint hiány, már 100 ezer forintnál járunk. 5 ezer hiány. Mi lehet a helyes megfejtés? Tessenek jó alaposan megnézni ezt a feladványablakot. 95 ezer forintért kérem önöket el. 95 ezer forint. És az előző körökben sincs azért túl sok időnk. Nyilván valahol majd eljön a pillanat, amikor azt mondjuk, hát ha ennyire nem megy, akkor... 95 ezer forint. Tehát nem tudjuk a végtelenségig játszani ezt a játékot. Mert sok feladványunk van még. Amivel nyilván szeretnék előtt volna. Ugye ez a hív és nyer szolgáltatás promóciós játék. Mit jelent ez? Mit jelent ez, hogy hív és nyer szolgáltatás? Ez annyit jelent, hogyha felhívják a telefonszámunkat a 0691 55 55 55 akár mobilról, akár vezetékesről, az ország bármely részéről, 5 darab lottó szemtippet vásárolnak tőlünk, és gyorsan azért, miközben ezt elmondom, elmondanám azt is, hogy legyen kerek ez az összeg, legyen 100 ezer forint. Szóval, aki felhívja a telefonszámunkat, 5 darab lottó szemtippet vásárol tőlünk. Matematikusaink valami nagyon tuti módszert találtak ki a lottószámokkal kapcsolatban. Ezeket a számokat, ha már megvan, megvették őket, írják fel, játsszák meg őket. Tegnap több mint 900 millió forintot nyert 5-ös lottó. 2017 decemberében valaki több mint 780 millió forintot nyert 6-os lottón. Zárójel bezárva. Ezen szolgáltatásunk a nap 24 órájában a hét minden napján elérhető. Na, amikor éppen itt látnak a képernyőn, és nem csak engem, Anett kolléginát, Simona kolléginát, önök a hív és nyer szolgáltatás promóciós játékát látják, amiben most a dolgok jelenlegi állása szerint 100 ezer forintot lehet nyerni. Méghozzá úgy,
hogy a feladvány ablakban látható 5x10-es négyzetrácsban a három kapuk tojás közül, a három különböző kép, három különböző ábra, vagy mondhatnám azt is animáció, mert mozog, kettőt megtalál. Tehát már kettő különbség megtalálásával is jár a pénz, a 100 000 forint. És nincs túl sok időnk, nincs már nagyon több időnk erre a játékra. Tehát egy valaki két képpel, két különbséggel, két kakukk tojással nyerhet 100 000 forintot. És úgy gondolom azért 100 000 forintért már mondjuk érdemes egy kicsit jobban megnézni, alaposabban megnézni, profi szemmel megnézni a feladványablakban látható ábrákat, animációkat. Keresvén ezáltal természetesen a kakukk tojást. Ami figyeljenek kérem, 100 000 forintot ér. 100 000 forint. Tehát 100 000 forint, hölgyek, urak, fiúk, lányok. 100 000 forint. Mi lehet a megfejtés? Mi lehet a megfejtés? Nézzük csak meg alaposan. Jó, pici szilenció, csendben maradunk. Miki megint sokat beszél. Csak zavarja itt a koncentrációt. Jó, rendben. Szilenció. Szilenció. Százezer forint, két különbségért. Hát akár itt sétálgathatok is. Vajon ebben az oszlopban, vagy itt? Vagy itt? Melyik oszlopban van a különbség? Ki annyira ügyes? Ki annyira profi, hogy megtalálja a helyes megfejtést? Nem tudjuk ezt a játékot a végtelenségig játszani, hölgyek és urak. Tehát előbb-utóbb valaki találja meg a helyes megfejtést. Előbb-utóbb valakinek nyilván rá kell jönnie, meg kell találnia azt a két különböző képet, ami nekem már elég. De ahogy említettem, három különböző képet rejtettünk el. Tehát három különböző képet rejtettünk el a feladvány ablakban látható 5x10-es négyzetrácsban. Ki annyira ügyes? Ki annyira jó? Ki annyira profi, aki megtalálja a három különböző képet? 06 91 55 55 05. Minden információ ott van egyébként a feladvány ablakban. Egyrésztről nyilván ez a legnagyobb. Innentől idáig, így, ilyen nagy feladványunk van. Így. Itt egy 5x10-es négyzetrácsban, ugye 50 darab animáció, ábra, kép, tulajdonképpen bárminek nevezhetjük, ludlibab, kacsa, tényleg tök mindegy. Közöttük, bár látszólag egyformák, tehát látszólag 50 darab egyforma, ugye ábra van, ugye három különböző kép rejlik meg, bújik meg ezen libák között. Annyi könnyebbséget tettem, hogy azt mondtam, hogy a három különböző képből nekem elég kettőt mondani. Mutatom, kettőt. Elég nekem kettőt mondani. A nyeremény pedig itt látható. Itt. 100 000 forint. És lassan eljön az ideje, tényleg nem fenyegetőzöm, de lassan eljön az idő, hogy meg kell mutassam a helyes megfejtést, mert ha ennyire nem találjuk a megfejtést, akkor megyünk tovább egy másik feladványra. Az a baj, hogy mindig nehezebb és nehezebb feladványok követik egymást. 100 000 forint. 100 000 forint. Ki lesz a, nem is tudom, befejező csatár, aki tulajdonképpen berúgja a gólt úgy, hogy megtalálja két különbséget, és ezáltal viszi a nyereményt, a 100 000 forintot.
0691 55 55 05. Nincs sok időnk már, tehát tényleg higgyék el, tényleg előbb-utóbb le kell pattintanom, tovább kell pattintanom ezt a feladványt. Lehet, hogy most kapcsolták be a készüléket. Jó, elmondanám, hogy hogy lehet mondjuk ügyesebben megtalálni a helyes megfejtést. Látják, hogy van nekünk A sorunk, B sorunk, C sorunk, D sorunk és E sorunk. Van nekünk 10 oszlop. 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, 9-es és 10-es. Ez látható. Ugye 5x10 az 50. Tehát 50 darab ábra, kép, animáció között. Ami bár látszólag egyformának tűnik, de mégis megbújik. Három olyan, ami különbözik a többitől. Három olyan, ami más, mint a többi. Hogy miben más, azt nem tudjuk. De más. A háromból, mert eredetileg tényleg hármat kellett megtalálni, azt mondtam, hogy könnyítésképpen nyilvánvalóan legyen kettő. Legyen a feladat az, hogy két, azaz kettő darab különbséget kell most már akkor innentől kezdve megtalálni a háromból. Hogy ügyesebben, könnyebben be tudjuk azonosítani. Ugye a játékos mire is gondolt, hol is találta meg a különbséget, a különböző képeket, azt a kettőt a háromból, amire szükségünk van. Hát nem véletlen az elnevezés, hogy A, B, C, D, E, meg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ugyanis nekem kettő darab koordinátára lesz szüksége. A koordináta betűből és számból áll össze. És az van, hogy tényleg most már szinte azt kell, hogy mondjam, mindjárt vége, és nincs több időnk már erre a játékra, van még egy ajánlatom. Ha valaki kettő darab képet talál meg, az 100 000. De adok, és akkor most figyeljenek, mert ez egy újabb könnyítés. De a profi játékosoknak is megmaradt azért az izgalma dolognak. Egy képért jár 50 000, két képért jár 100 000. De ez most már tényleg a veszett fejsze nyele. A most vagy soha kategória. Jó? Tehát egy vagy két kép. A játékos dönti el, hogy melyiket választja. Hogy ügyes, gondolkodik, rászánja az időt és az energiát. Rászánja agytekervényeinek működését, agykapacitását, személynek élességét, különböző dolgokban való különbség meglátását, megtalálását, a két különbség megkeresésére, és ezáltal elvisz inkább 100 000 forintot, vagy azt mondja, hogy hát én nem vagyok olyan ügyes, bevallom őszintén. De ez is bátorság kell bevallani magunknak, hogy mondjuk valamihez annyira nem értünk. Én például bevallom őszintén, nem értek az agysebészethez. Úgyhogy 50 000 forint egy különbségért, és ez már egy végső visszaszámlálás. Akkor csak eljutottunk ide, hogy 3, 2... és... egy! Egynél járunk. Hát csak eljutottunk ide. Frász, paripa, cincon, frász, csak eljutottunk ide. 0691. 55-55-05. Egy különbség. 50 000. Két különbség. 100 000. Most kellene hívni. Most kellene tárcsázni.
Most lenne szükségem a két különbségre. Halló, halló! Kivel játszom? Na, akkor mondom, jó napot kívánok! Hát kezdj, csókolom, kivel játszom először is? A Kenéz Irma vagyok, Gyuláról. Irma drága, itt a Miki, a szakál Miki. Mi a megfejtés? Na, akkor mondom. A második sor... B8-as. Tehát B8, igen. B8 igen. És? A harmadik, igen, C2-es. És... C2, meg is vagyunk, meg is van. Nekünk mennyi volt, de még ott volt az E4. B8, C2, E4, gratulálunk. 100 000 forint. Gratulálunk, gratulálunk. Irma drága, küldjük a pénzt, küldjük a pénzt. Na, hölgyek, urak, kérem szépen. Ó, hozom a kellékem, nem tűrök el csak egy nagyon picit. Van nekem még egy táblám. Van meg nekem még egy táblám, így ide. Ah, köszönöm, kollégák. És ide hozom még a filctollakat is. Akár hiszik, akár nem. Automárkát keresünk. Automárkát keresünk, és hogy milyen módon, hogy legyen egy kicsit, hát egyértelműbb a dolog. Kérem szépen, itt a feladvány ablakban láthatók a betűk. Ezen betűkből kellene gazdálkodnunk, ezen betűkből kellene, kérem szépen, kiválasztani azt a párat, amiből kijön egy jó automárka név. Így, kicsit feljebb is rakjuk. Így név. Tehát egy automárka név. Így név. Háló, háló, kivel játszom? Jó, haló. Haló, üdvözlöm, mi a megfejtés? Jelentkeztem, de hát ne is mondtam, de semmi nem volt a végén. Egy automárka név. Mondjon egy automárka nevet. Várjon, nem értem. Egy picit hangosabban. Egy automárka nevet keresünk most. Én? Állj, frász, paripa, cincomra. Figyeljünk egy kicsit azért, figyeljünk. Jaj, megint nehezen indul ez, megint nehezen indul. De nem adjuk fel, mert hát a nyeremény, hölgyek ura, ha elfelejtettem volna onnani. 100 000 forint. Itt látható 100 000 forint. És remélem, hogy gyorsan itt lesz majd a helyes megfejtő. Gyorsan viszi tőlünk a nyeremény. Így né. Azaz, na így lesz a futi. 100 000 forint, akár mobilról, akár vezetékes telefonról. Hölgyek és urak, automárka nevet keresünk. 100 000 forintért. És hogy konkrét automárka nevet szerintem már azt is kitalálták, mert a megoldás borítékban ott van a tutiság. Az az automárka név, ami 100 000 forintot ér. Háló, háló, kivel játszom? Háló, Varázs András vagyok Debrecenből. Debrecenből. Mi a megfejtés? Mazda. Mazda. Nem a Mazda, és hát rossz hír Debrecenbe, Balmazújváros 2-0-ra. 06-91-55-55-05. Tehát a Balmazújváros 2-0-ra sajnos, hát vagy nem sajnos, de kikapott a Debrecen. Legyen 100... 5 000 forint, 105 000 forint. Háló, háló, kivel játszom? Háló. Kezi, csókolom, ki? Kivel játszom, mi a megfejtés? Bosi, ez itt vagyok, és a megfejtés a Trabant. Trabant, Trabant. Nem a Trabant, nem a Trabant ér 105 000-et, de vajon akkor miért 110 000 forintot? Mi található a megoldás borítékban? Mi van a megoldás borítékban? Melyik automárka az, ami, hölgyeim és uraim, elvezet bennünket ahhoz, hát mondhatni egy virtuális kocsi kulcs. Tehát milyen márkájú gépjármű kulcsa kell virtuálisan ahhoz, hogy a megoldás borítékot kinyissuk vele. Egy konkrét automárka neve lapul a megoldás borítékban. 06-91-55-55-05. 110 000 forint, tehát, hölgyek és urak. Itt a hív és nyer szolgáltatás promóciós játékában. Forint. Automárka névkeresés, nagy erőkkel. Háló, háló, kivel játszom? Boldog Ferenc vagyok, üdvözlöm. Ferenc, üdvözlöm én is. Mi a megfejtés? Audi. 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 Nem Audi sajnos.
nem Audi. Legyen 115 ezer a nyeremény. Audi. Nem Audi. Mi más lehet? 115 ezer forintért. 115 ezer forint. Önnek van egy jó tippje, van egy jó ötlete. 115 ezer forint ütheti most a markát. Mert van nekünk ugye egy megoldás politikus. Itt a megoldás politikus. Ezekből a betűkből kellene gazdálkodni. Ezen betűk viszont korlátlan mennyiségben felhasználhatóak. Korlátlan mennyiségben felhasználhatóak. Tehát egy adott márka nevén belül egy betű többször is előfordulhat. Háló, háló, kivel játszom? Kivel játszom, háló? Kivel játszom, háló? Háló, háló? Senkivel. Hallottam a pillanatod, amikor lerakták a készüléket. Ne rakják le. 115 ezer forint. Milyen betűink vannak? Hát vegyük át őket, milyen betűink vannak. H, I, L, C. T, B, F, O. N, A, U, J, K, G, D, M. C, S, R és E. Tehát ilyen betűink vannak. Ilyen betűink vannak. 06-91-55-55-05. 115 ezer forintot szeretnék már valakinek odaadni. Ügyesen, gyorsan, húzzunk bele! Csináljuk meg! Jó! 06-91-55-55-05. Akár mobil, akár vezetékes. Háló, háló, kivel játszom? Marianna. Marianna, üdvözlöm, mi a megfejtés? Zsiguli. Hogy mondta? Zsiguli. Zsiguli. Felírom, hogy Zsiguli. Bár a Zsiguli szerintem annyira nem autómárka, de kiírom. Biztos, ami biztos. Legyen a nyeremény viszont 120 ezer forint. Háló, háló. Fiat. Fiat. Nem Fiat sajnos. Felírom azt is, hogy Fiat. Fiat. Legyen 125 ezer forint a nyeremény. Ha nem Audi, ha nem Zsiguli, ha nem Fiat, akkor mi? Akkor mi? Emlékszem, nagyon gyerek voltam, 6-7 éves iskolában jártunk, és mindig Sanyi bácsi a másodikról vitt iskolába, az ő nagyfiával, a Sanyival, a kis Sanyival. Mindig ott ültünk a Zsiguli hátsó ülésén, és majszoltuk az almát. Háló, háló, kivel játszom? Kerekes vagyok. Üdvözlöm, mi a megfejtés? Renault. 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 Akár a Renault is lehetett volna egyébként, de nem a Renault. Legyen, legyen 130 ezer forint. Háló, háló. Itt vagyok. Kapkodom a fejem. Mi a megfejtés? Ford. Ford. Akár a Ford is lehetett volna, de nem a Ford. Legyen a nyeremény 135 ezer forint. Hölgyek és urak, automárkában jártasság, lehet, hogy némi műszaki kis ismerettség, de főleg automárka nevekben jártasság szerintem mindenféleképpen előnyt jelent most ebben a játékban. Mindenféleképpen előnyt jelent most ebben a játékban. Aki, és egy nyilván véges számú márkanév rakható ki ezen betűkből, aki tud jó automárka neveket. Háló, háló, kivel játszom? Kovács István. István, üdvözlöm, mi a megfejtés? Maruti. Maruti. Az a baj a Marutival, hogy az nem márka. Tehát sokan azt hiszik, hogy a Maruti az egy márka. Suzuki Maruti, ugye? Annak egy típusa volt. Háló, háló, kivel játszom? Kivel játszom, háló? Háló, Nyiga Misi vagyok. Misi, és üdvözöllek. A tipp a Honda. Honda! Honda! Hangod alapján egyébként Misi, én olyan hondásnak gondoltalak egyébként is. Legyen 140 ezer forint, és felírom azt, hogy Honda! Honda!
Honda, ezt is felírtuk, hogy Honda. Audi. Zsiguli. Fiat. Renault. Ford. Honda. Na meg hallottuk, hogy Maruti. A Maruti azért nem jó, mert az a Suzuki-nak egy típusa, és mi nem típust keresünk, de akkor tulajdonképpen szinte végtelen lenne a terekkeresés tárháza, hanem márkát keresünk, márka nevet. Háló, háló, kivel játszom? Lesse vagyok, Szarvasról. Üdvözlet, mi a megkérdés? Citroen. Citroen. Nem a Citroen, de akár az is lehetett volna. Felírjuk, hogy Citroen. Legyen a nyeremény 145 000 forint. Citroen. Bocsánat. 140 000 forint. Ha nem az Audi, ha nem a Zsiguli, ha nem a Fiat, ha nem a Renault, ha nem a Ford, de nem a Honda és nem a Citroen, akkor mi lehet a helyes megfejtés? Mi ér 145 000 forintot? Hölgyek és urak! Játékos kedvű televízió. 145 000 forintot szeretnék valakinek oda. Nézzük a betűket, milyen betűk vannak. H, I, L, C, T, B, F, O, N, A, U, J, K, G, D, M, Z, S, R és F. De ezen betűkből kellene gazdálkodni. Ezekből kellene kikerüljön az automárka név. Háló, háló, kivel játszom? Háló, Suzuki. Suzuki. Akár a Suzuki is lehetett volna, de nem az. Emelünk a téten, nyomjuk a gázpedált, 150 000 forint. Háló, háló, kivel játszom? Háló, Barna Jánosné vagyok. Üdvözlöm, mi a megfejtés? Kia. Kia. Suzuki. Kia. Segítek egy kicsit. Az az automárka, amit mi nagyon-nagyon keresnénk, nagy erőkkel keresnénk, biztosan, most nagyon figyelnek, biztosan tartalmaz 2 darab A betűt. Ki is írjuk? 2 darab A betűt tartalmazó automárka nevet keresünk. Csúnyán írtam ki, jó a Suzuki-t, elnézést. Szebben is kiírhattam volna. Tehát olyan automárka neveket keresünk most már. Itt a hív és nyerj szolgáltatás promóciós játékában, ami 2 darab A betű van. Háló, kivel játszunk? Hát egy nyugdíjassal, 85 évesen. Kezdi csókolan, ilyen friss üde hanggal. Igen, és simán letagadhatna hangja alapján 20 évet. Mark, nagyon drága, tippem go-kart. Mit tetszik mondani? Go-kart. Hát a go-kart az meg inkább egy... Egyrésztről kettő darab A betűt tartalmazó automárka nevet keresünk, és a go-kart az meg inkább az autóversenyzés egy fajtája. A go-kart versenyzés. Ről beszélünk. Ajjajjajjajjajj. Pedig úgy remélem, olyan kellemes, kedves, fiatalos hanggal 85 éves korának ellenére korát meghazudtoló fiatalos hanggal is lendülettel. Nem baj, megyünk tovább. 2 darab A betűt tartalmazó automárka nevet keresünk. Hölgyek és urak! Játékos kedvű televízió nézők. 06 91 55 55 05. Tehát nem tudom, hogy gondolják, de szerintem azért az, hogy megadtuk, hogy ezen betűkből, ugye H-I-L-C, T-B-F-O-N-A, U-J-K-G-D-M-Z-S-R-E, hogy az A betű kötelezően felhasználandó, tehát ez a betű kötelezően felhasználandó, méghozzá nem is egyszer, hanem kétszer. Háló, háló, kivel játszom? Háló, Teréz vagyok. Teréz, üdvözlöm. És Lada. Lada. A... Nem a Lada. Nem a Lada. Akkor mi?
Ha nem a Lada, akkor mi? De nagyon jó gondolkodott a játékos, Terézia. Drága édesanyámat is Teréziának hívják, innen ölelem, puszilom anyukám. Tervezek egy jövő heti hazamenetelt, egy jövök-megyeket, jó? Hogy megölelgesselek, mert nagyon szeretem. Lada. Jó gondolkodott az előző játékos Teréz, mert 2 darab A betűt tartalmazó automárka nevet mondott. De nem a Lada lapul meg megoldás borítékban. Virtuálisan nem egy Lada kulcs nyitja a megoldás boríték. Vajon milyen kulcs? Azt gondolom, van nálam kocsi kulcs? Van most nálam kocsi kulcs. Ez kocsi kulcs. És vajon milyen kocsi kulcs az, ami kinyitja a megoldás borítékot? Na, biztos van még ötlet? Biztos van még ötlet? 06-91-55-55-05. Akár mobil, akár vezetékes. 150 ezer forintnál jár. Használjuk a betűket. HILC, TBFONAUJ, KGTM, ZSRE. A betű. Ezt kötelezően használnunk kell. Nem is egyszer, hanem kétszer. Van még ötlet? Van még tipp? Van még a tarsolyunkban olyan automárka név, amiben 2 darab A betű van? És ezen betűkből kirakható? Ezen betűkből kiválasztva betűket kirakható? Eddig egyet hallottunk. Lada. Reménykedek nagyon. Hölgyek, urak. Használjuk a betűket. Bizony, használjuk a betűket. És használjuk az eszünket is. Ha esetleg nagyon elakadtak volna, nyilván az internet segítségét kérnék. Lehet szerintem olyan portálokat találni, ahol mondjuk rengeteg automárkanév fel van sorolva. Na ezek közül kellene kiírni, kikopizni, Ctrl-C, Ctrl-V. Ugye? Ismerős lehet. Nem csak a fiataloknak, már az idősebbeknek is. Automárkákat. Tehát 2 darab A betűvel, és utána leellenőrizni egyesével, hogy vajon ezen betűkből kirakható. És ha kirakható, na akkor már érdemes tárcsázni. Érdemes írni. Tehát még egyszer a feladat, 2 darab A betűt tartalmazó automárka nevet keresünk. Nem hiszem el, hogy még nincs itt a nyertesem. Nem hiszem el, hogy még mindig itt van a borítékunk, és még mindig itt van a 150 ezer forintunk. Háló, kivel játszom? Jó napot kívánok, én Lille vagyok. Kezi csókolom, mi a megfejtés? Trabantra gondolnék. Trabant! Azt hiszem már hallottam egyébként, már nem elfelejtettem felírni, de már hallottam, hogy Trabant. Felírom most már, hogy ne, nehogy valakinek megint eszébe jusson. Nem Trabant. Legyen 160 ezer forint a nyeremény. Trabant! Tonszálni élvezett? Hát emlékszünk még az Exotic slágerére. Nagy álmom egyébként egy 4 ütemű. És azért nem 2, mert azért én biztonsági játékos vagyok már, tehát, hogy ha elfordítom a kocsi kulcsot, a slusz kulcsot, nyilván szeretem, ha be is indul a gépjár. Na, akkor szépen ezt én mat szürkére lefújni, nyilván belőle valami jó kis sportülések, sportkormány, levehető előlapos magnó, napfénytető, nyilván valami 2 aránylag normális hangszorú, bár annyira én nem vagyok ilyen hangőrült, amely a gépjárművet illeti. Nagy álmom, ez 2018-as álmom, hogy tulajdonképpen összehozok egy ilyen kicsit optikában tuningolt Trabant gépjárművet. 06 91 55 55 05.
Akár mobil, akár vezetékes. Az ország bármely részéről hívhatóak vagyunk, tárcsázhatóak vagyunk. Várom, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon várom a játékot. Nagyon-nagyon várom a játékot. Meg lesz a helyes megfejtés, vajon? Tudni fogjuk, hogy mi a megfejtés? Hát remélem. Kettő darab A betűt tartalmazó automárkanév. Háló, háló, kivel játszol? Kívánok, Kálmán vagyok. Gábor, mi a megfejtés ön szerint? Száb. Száb. Nem száb. Frász, paripa, cincom, frász. Száb. Legyen a nyeremény 170 ezer forint, és minden új ötlet, és akkor figyeljenek, mert fontos dolgot mondok, 10 ezer forint. Innentől kezdve, aki nem azt mondja, hogy Lada, nem azt mondja, hogy Trabant, nem azt mondja, hogy Saab, nyer 10 ezer forintot, vagy 170 ezer forint. Szerintem ez egy jó ajánlat. Ezzel azt szerettem volna most hát tulajdonképpen prezentálni, hogy most már aki bekerül a játékba, és egy jó automárka nevet mond, kettő darab abetűvel, tuti pénzzel távozik. És eljött az a pillanat, amikor azt mondom, hogy utolsó esély. Utolsó esély, bizony-bizony, ott járunk. Tehát a következő játékosom, mert most már akkor eme játékkörrel kapcsolatban. Az utolsó játékost várjuk. Vagy 170 ezer forintot nyer, vagy 10 ezer forintot. Háromtól számolunk vissza. Két okból fogom kibontani ezt a borítékot. Az egyik az 170 ezer forintot ér. Mert a játékos, aki majd itt lesz a vonal túlsó végén, azt az automárka nevet mondta, ami bizony ebben a borítékban van benne. Ebben a megoldás borítékban van benne. Kettő! Tehát a következő játékos tuti pénz nyereménnyel fogja lerakni a készüléket, mondhatni, távozik tőlünk. És a másikok, ami nem 170 ezret, hanem csak 10 ezret ér, hogy egy jó, nem a megoldás boríték tartalmát mondja, de jó automárka nevet mond. 170 ezer forint, vagy 10 ezer forint. És egynél járunk. Nagyon fogy az idő. Nagyon-nagyon fogy az idő. 10 ezer forint, vagy 170 ezer forint a tét. Háló, háló, kivel játszom? Háló, háló! Igen, itt vagyok. Kivel játszom, és mi a megfejtés? László és Jaguár. Jaguár! 10 ezer forint. Megmutatom, mi lett volna a megfejtés. Hát ez a gyönyörű Ascari. Látható, milyen szép sportautó. Na ezért volna 170 ezer forintot. De a 170 ezer forint megmarad.
és egy nagyon-nagyon nehéz játékért szeretném odaadni. Egy nagyon nehéz játékért. Kérem szépen, három különbség, és látható A, B, C, D, E. Nem, legyen inkább kettő, jó? Legyen inkább kettő, mert ez, ahogy ránéztem, azt mondtam, ez bitang nehéz. Tehát van nekünk hat sorunk, 12 oszlopunk, hát az 72. Az még tulajdonképpen haverok, bratyók, tesók, barátok közt is. 72 ábra. Nagyon, nagyon-nagyon nehéz feladvány, de hát a tét sem kicsi. A tét sem kicsi. 72 kép között megtalálni kettő különböző. Ha valaki megtalálja a kettő darab kakukktojást, azt a képet, azt a két képet, ami különbözik a többitől, de mondom, három kép van egyébként, de csak kettőt kell mondani, 170 ezer forintot lehet nyerni ezzel. Egy nagyon-nagyon nehéz játék van. Ez egy nagyon nehéz játék, de nagyon szeretném, ha hamar túl lennénk rajta. Technikai segítség, megint csak ismételni tudom önmagam. Hogy ahhoz, hogy mondjuk ügyesebben is, ne csak úgy random jelleggel kezdjük el nézegetni, hogy a különböző ábrákat, figurákat, animációkat, induljunk el mondjuk soronként. Induljunk el soronként. Menjünk végig az A soron. Ugye 1-től 12-ig. Nézzük végig. És legyen inkább a nyeremény 180 ezer forint. Tehát inkább 180 ezer forintot szeretnék valakinek odaadni. Tehát egy A sor 1-től 12-ig. Nézzük át, ha találtunk valahol különbséget, különböző képet, egy kakukk tojás, ezt írjuk fel. A, és az a szám, melyik oszlopban található. És lépjünk tovább. Ugyanezzel a technikával, ugyanezzel a módszerrel. Nézzük végig a B sort is. Szépen step by step üzemmódba, mint ahogy ugye ezek a ludak, libák, nem tudom, gúnárok, kacsák, akre mindegy sétálnak. Ha találtunk a B sorban egy különbséget, egy kakukktojást, azt is írjuk fel. Tehát három különbséget rejtettünk el, de már kettőért odaadom. A 180 ezer forintot. Már két különbségért oda tudom, és oda szeretném adni a 180 ezer forintot. 0691 55 55 05. Jó? Két különbség, 180 ezer forint. Hagyom önöket egy kicsit gondolkodni. Addig én is keresem a két különbséget, de ne felejtsék el. 180 ezer forint a tét. 180 ezer forint. De nagyon fogy az időnk, felhívnám rá a figyelmet. Erre a játékra sincs azért túlzottan sok időnk. Mert hogyha megvan már két különbség, azonnal kellene tárcsázni. Nehogy aztán kicsúszunk az időből, nehogy aztán lemaradjuk. Egy nagyon nehéz játék. Tényleg egy extrán nagyon nehéz. Látják, milyen kis helyre kell összeszűkítenem magam? Jó, hogy mostanában ledobtam egy kicsit magamról. Mondjuk egy Jackie. Na. A, B, C, D, E, F. Ugye ez 6 sor. És 1-től 12-ig oszlopok. 72 ábra. Mintha fogamat húznák, de azt mondom, hogy 190 ezer forint. 190 ezer forint, most vagy soha. Tehát 190 ezer forint. Most vagy soha.
06 91 55 55 05. €190,000. €190,000 szeretnék valakinek odaadni. Valakinek, aki eme játékokban nagyon ügyes, nagyon jártas, jó megfigyelő képességekkel rendelkezik. Mondhatni, tényleg ez egy képesség, tényleg. Ami nem mindenkinek meg. Nem mindenki jó ezen jellegű játékokban. 200 000. Legyen 200 000 forint akkor. Hűha. Bocsánat. 200 000 forintot szeretnék valakinek odaadni. Egy olyan játékban, ahol tényleg nagyon nagy szükség van a nagyon korrekt, nagyon pontos, nagyon jó megfigyelő képességre. Mert 72 darab pici, apró, mozgó ábra között megtalálni kettő különbséget, kettő kakukk tojást. Én úgy gondolom, azért az nagy, bizony, hogy nagy teljesítő. És nagyon fogy az időnk, sajnos, nagyon-nagyon fogy az időnk. Jó van. Legyen 220 000 forint. 220 000 forint. Ezért nagyon ki fogok kapni. 220 000 forintot ajánlok fel valakinek. Valakinek, aki nagyon ügyes, aki nagyon jó, nagyon profi, és a három különbség közül legalább kettőt megtalál. Tehát a három különbség közül legalább kettő különbséget megtalál. Nem az van, hogy jaj, Miki, mondok egyet, 110, jó? Nem kezdünk el alkudozni. Csak és kizárólag kettő különbségért jár a 220 000 forint. Egészség. Szívcsi. 0691 55 55 05. 230. 230 000 forintnál járunk, hölgyek és urak. Játékos kedvű televízió néző. 230 000 forint a tétel. Mindjárt 250 000, vagy majdnem 250 000. Mindjárt azt nem tudom. Hát bár nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz ez a játék, de... Hát úgy gondolom, azért a 230 000 forint... Hűha, hűha! 230 000 forint. 0691 55 55 0... €240 000. 240 000 forint. 10 000 forint hiány, 250 000 forint most az az összeg, amit nagyon szeretnék valakinek odaadni. Próbáljuk megtalálni. De ne próbáljuk, Joda, hogy mondta? Tedd vagy ne tedd, de ne próbál. Így mondta Joda mester. Tegyük azt meg, hogy megtaláljuk a két különbséget. 0691 55 55 05. 240 000 forint. Ez azért. Én elmondom, mit
kezdenék 240 ezer forinttal. Például, hogy hozzáraknék még 10 ezeret, hogy egyrésztről legyen 250 ezer forint. 250 000 forint. És amondó vagyok, hogy csináljuk azt, mert nagyon nehéz megtalálni két különbséget. Hármat meg pláne, az szinte lehetetlen, hogy egy képért is tudok már fizetni. Legyen 100 000, jó? Tehát egy képért 100 000-et tudok fizetni, két képért viszont, figyeljenek, 250 000 forintot. Tehát 250 000 forint. De nem tegnap, nem holnap, nem holnap után, hanem most. Most tudok valakinek 250 000 forintot adni. 0691 55 55 05. És nincs időnk, nincs túl sok időnk, nincs több időnk nagyon már erre a játékra. Negyedmillió forint. Vagy 100 000, de ez a 100 000 is hogy cseng? 100 000 egy képért. Vagy 250 000 forint. Kettő különbségért. Ha valaki most kapcsolta volna be a készüléket, azoknak elmondom, itt a feladvány ablakban látható egy 6x12-es négyzetrács. Összesen 72 darab icipici ábra. Icipici ábrában icipici kacsa, lugliba, tök mindegy. Ráadásul mozog. Tehát hatványozottan nehéz feladat előtt áll az, aki még mondjuk nem talált meg egy különbséget sem. Kettőt meg pláne nem talált még meg. Akkor meg pláne nehéz a feladat. Az lenne a feladat, hogy ugye a látszólag 72 darab ábra között megtalálni egy különbséget. 100 000 forintért. De ha szeretne nagyobbat álmodni, szeretne többet nyerni, akkor kicsit még keresgél. Kicsit még néz, kicsit még kutat, kicsit még figyel. Megpróbálja megtalálni, fellelni. Egy második különbséget. Mert ebben az esetben a nyeremény itt látható. 250 000 forint. Most kellene megtalálni az egy vagy a két különbséget. És nem tegnap meg holnap után, hogy említettem. Tehát most vagy soha. Mert nincs több időnk erre a játékra. Nem tudunk már túl sok időt erre a játékra, erre a különbségkereső, erre nagyon-nagyon hatványozottan nehéz különbségkereső játékra több időt szánni. Lassacskán véget ér ennek a játéknak a játék ideje. És akkor... És nem tudom, észrevették-e, mindig nehezebb is... Nehezebb és nehezebb játékok követték egymást. 0691 55 55 05. Akár mobil, akár vezetékes. Bárki bármikor bekerülhet a játékba. Hölgyek és uram. Bármikor itt lehet a játékos. És viheti a pénzt. 250 000 forintot. Jó? Pici gondolkodás. Szilenció, koncentráció. Megvan a két különbség? Vagy csak egy? Két különbség, 250 000 forint, egy különbség, 100 000 forint. Egy pici probléma. Nem nagy, a legnagyobb.
adás vége. Hogyha valakinek megvan a helyes megfejtés, és akár egy különbség 100 000-ért, vagy kettő különbség 250 000 forintért, bocsánat, tehát 100 000 egy különbség, 250 000 két különbség, nagyon nem lenne már szabad teketúriáznia, lacafacáznia, úgy gondolkodnia, hogy kell nekem ez? Ha nem, nem, tényleg. Ahogy örök klasszikus mondja, nem erőszak a disznótól. Ugyebár? Hogy a kacsát tömni. 0691 55 55 05. Tehát 100 000 forint egy különbségért, de ha valaki tovább gondolkodna, tovább keresgélne, ha valaki egy kicsit még szeretne agyalni a feladványon, még jobban megfigyelni a feladványablakban látható ábrákat, és még szeretne plusz egy különbséget megtalálni, 250 000 forintot nyered, de mondom, sokkal szebben 250 000 forintot is lehet nyerni, kettő különbséggel. Jó, egy hármas visszaszámlálás, hölgyek és urak! Na meg egy orfújás. Háromtól számolunk vissza, ezzel azt szeretnék jelezni, hogy tényleg nagyon kevés időnk van már csak hátra. Három. Negyed millió forint két különbségért, vagy 100 000 forint egy különbségért. És ez az adás vége már, ez a játék vége már. Tehát ezzel a játékkal fogjuk befejezni. Ezzel a játékkal fogjuk befejezni a mai napot, a mai adást. Utolsó esély, tényleg. Tehát ma más játékkal is kettőnél járunk. Már nem lehet most itt a Hív és Nyerj szolgáltatás promóciós játékában pénzt nyerni. Nulla hat 91 55 55 05. Ajjajjajjaj, nagy kollégák, kapkodás lesz a vége, ha nem lesz itt sürgősen, iziben, hamarjában az, aki tudja a megfejtést, az, aki legalább egy különbséget mond, és ő 100 000-et nyerhet, vagy kettőt mond, és 250 000-et nyerhet. Kettőnél jár a visszaszámlálás. 72 ábra között megtalálni a három hibázó ábra közül, a három kakukktojás közül kettőt nagyon nehéz feladat. Egy extrán nehéz feladat. Extrém nehéz feladat. De ha csak egyet talált meg, is tudok fizetni. Ha egyet talál meg 100 000, a kettőt talál meg 250 000 forint. Vagy egy koordináta, vagy két koordináta. És tényleg ott járunk, hogy most vagy soha. Tényleg ott járunk már, mert mindjárt lejár az idő. És remélem, hogy még mielőtt el kellene búcsúznom, itt lesz a helyes megfejtő. Itt lesz az, aki megmondja a tutit. Aki megmondja azt, hogy mi az egy, vagy mi a két különbség. Tehát két koordinátára lesz szüksége. A koordináta egy betűből és egy számból áll össze, így tudjuk beazonosítani. Háló, háló, kivel játszom? Háló? Háló? Kivel játszom, csókolom? Edittel. Edit, két koordináta vagy egy. Hallgatom. Edith, mondanám a... Igen. Az első sorba a harmadik. Tehát a három. A három. Betűt tessék mondani, és? A három, és a, C 11. C 11. Bizony, megmutatjuk. Ez bizony...
Mindegy, nem mutattuk meg, de jót mondott. 250 000 forint, tehát 250 000 forintot nyert. Köszönöm, hogy itt volt velem, kolléganőnk elmondja, hogy úgy hozzá a nyereményhez. Kész csók, viszlát!